Sziasztok! Ez itt újra a Check Engine, én Baló Marci vagyok, ő pedig Varga Tibi. Sziasztok! És már egy kiakárrendszert választottunk, mert szerintem jól néz ki, a Tibi szerint meg. Olyan, mint ez a medve, hogy nagy, ronda, meg szőrő, ja nem, az egy másik videó. Szóval, hogy nagy, ronda, meg szerethető, mindenképpen hasznos állat. Nem túl ideálisak a körülmények ma a forgatáshoz, Marci nem szobatiszta, én meg összekoszoltam a gatyámat. Nem valójában szakad az eső, vagy szakadt az eső, és de azért próbáljuk megmutatni, hogy mit is tud ez a nagy medve itt a sivatagban. A Kia Carensert 2005-ben mutatták be a Frankfurti Motor Show-n, aztán 2006-tól kezdték meg a forgalmazást, és hát Európában futott Carens néven, Amerikában, illetve Észak-Amerikában, Ázsiában, azt hiszem Rondó néven árusították. Európa a 2 literes benzines, illetve a 2 literes dízelt kapta, Amerika pedig a 2.4-es, 4 hengeres szívót, és az ugyancsak szívó V6-ost, ami 190 akárhány száz lóerő volt. Úgyhogy hát nekünk végül ez a 140 pacis 2 literes jutott, és ugye ő egy benzines. Minek az alternatívája ez az autó? Ugye a Wikipedia azt mondja, hogy ez a Renault Scenic és a Sara Picasso alternatívája, de hát szerintem meg sokkal jobb azoknál, sokkal tágasabb is. Tibivel most ezt fogjuk kideríteni. Ezt. Gyere, Maci! Egy dögunalom autó, de azt tudja, amit elvárunk tőle, hogy szerintem ki fog menni a világból. Már izgalmas az uralmassága. De itt elmegyünk jobbra, megnézzük, hogy mit tud a Kia Carens terepen. Mert hogy itt... Ő is olyan nehéz egyébként itt tereptárgyakat találni. Hogy van 3 fekvőrendő. Már itt az első. Már súvos. Figyelj, ez olyan, mint hogyha egy koralába ülnél, csak magasabban vagy. És... Hát igen, az egész autó olyan egyébként. Az biztos, hogy bármennyire is nem szeretem a korabeli koreai autók dizájnját. Egyrészt azért ez a például a műszerfal kiemelkedik a mindenféle dögunalom Kia Ceed típusú műszerfalakból, meg az egész autó. Tehát ha azt mondja valaki, hogy választanom kéne, hogy valami benzines, mit tudom én, C4 Picasso-t vegyek, vagy mondjuk egy ilyet, akkor lehet, hogy a 14 éves korára már a megbízhatóság győzne, és hamarabb vennék egy ilyet. Ilyen akkor veszel, hogyha nem érdekel az autó. Igen, ha A-ból B-be kell, hogy elvigyen, és minél kevesebb időt szeretnél a szervizben tölteni, meg minél kevesebb pénzt szeretnél otthagyni, akkor ilyen autót kell venni. Ez nem egy szerethető autó, ez egy célszerszám. A váltó egyébként szerintem tök jó. Nem, hogy beficcen a helyére. Figyelj, nincsen lekopva semmilyen gomb. Nem, belülről nagyon rendben van az autó egyébként. Igen. A 14 éves autóhoz képest tök mindegy, hogy ez milyen országból jött, meg milyen márka, ez az autó simán letagadhatna magáról 5-6-7-8 évet. Minden ilyen kurva kemény műanyag. Igen, viszont kopásálló. Tehát az a vicc, hogy kemény, de sehol nem látszik karcolást, még ezen a bőrutánzaton sem. Tehát mintha múlt héten jött volna ki a gyárból. Olyan. És ugye ez egy benzines, és ennek most nagy divatja van a szívó benzinnek. És szóval... viszonylag takarékos is tegyük hozzá egyébként. Én nem ahhoz mentem képest, vele. Hogy mekkora dömper, ahhoz képest viszonylag takarékos. A kaszt egyébként nem is rohad annyira, mert megnézzük nyilván alulról. Kiára kevésbé jellemző. Kia Hyundai nem igen szokott, maga a padlólemez nem igen szokott rohadni, ha csak nem sérült előtte. Inkább a futómű szokott rohadni. Annyira semleges vezetni, hogy igazából ha nem lenne, nem tűnne fel a hiánya. Viszont óriásiak a tükrök, tényleg olyan, mint egy ilyen macifű. Hol a medve? Elrúgtad? Itt a medve. Vannak a macifülek. Most beállítom. Beültetjük medvét középre. Tényleg olyan, mint egy ilyen mackó testvér. Azért mennyi probléma volt a korabeli francia autókkal, akár a Picasso-val, akár a Scenic-kel. Állandó műszerfal problémák, elektronikai problémák. Ezt az autó teljesen mentes. Az legalább egy kis izgalom, és van, akinek ez kell. Nekem nem kéne. Már itt ez a fajta izgalom. Ebből még ez az izgalom is hiányzik, hogy elroblanak. Szóval megérkeztünk a garázsba. Garázsba? Garázs. Szóval megérkeztünk a garázsba a Carenssel, hogy Tibi alánézzen, illetve hogy körülvizsgálja a karosszériát, és megmutassuk nektek, hogy néz ki belülről. Mi a véleményed a Carenssről? Hát itt az a kérdés, hogy műszakilag mi a véleményem, vagy esztétikailag, mert élesen külön válik a kettő. Te azt mondtad, hogy téged egy gömbhalra emlékeztet ez az autó. Nekem kicsit úgy tűnik, mint egy gömbhal, amiben beszorult a levegő.
Abszolút. Bármelyik is értitek a problémát, hogy tényleg olyan, mint egy felfújt lufi vagy gömbfa, viszont egy biztos, hogy ennél jobb formát még családszállításra nem találtak ki, hogy beférjen a két gyerkőc, a baba fürdetőkád, meg a kis bicikli, meg a kettes szekrény, meg a többi. Beülök előre, beállítom magamnak az ülést. Tibi, te beülsz ide mögém hátra? Aha. És akkor tök jól tudjuk szemléltetni. Figyelj, nekem egyébként így most tök jó. Minden kézre áll. Hátul milyen? Figyelj, simán elférek, tehát az egyik műsor kis ember, de itt a lábam előtt még bőven van tér, illetve az ülés alá is be tudom tolni a 45-ös bakancsomat. Tök kényelmesen elférek. Kétségtelenül jobban egyébként, mint egy Renault Scenicben, korabeli Renault Scenicben, vagy mondjuk egy Ford C-Maxban. A csomagtartót meglepő módon hátul helyezték el. És hogyha benézzünk ide, hát többször elmondtam, hogy nem vagyok a literek híve. Alulra tettek ilyen rekeszeket, ezek se kicsik. Oda néz. Szerintem itt azért bőven el kell férni mindennel. Ha valaki feküdni szeretne, akkor így is lehet. Vagy ha valaki itt szeretne, akkor így is lehet. Érdekes megfigyelni, hogy dől előre az ülés, akkor hogy kerül síkba. Megmozgatja az ülőlapot, kiemeli, és utána elindul lefelé, és arra dől rá. És ezáltal lesz tökre síkban. Kalaptartó is egy külön rendszer. Valaki jó ötletnek gondolta, hogy ide a hátsó fejtámlák tengelyébe lehet beakasztani, amit csak akkor tudsz megtenni, ha közben felhúzod. Amit kíváncsi lennék, hogy egy 155 centis koreai ember hogy tesz meg. És akkor ez lenne az elvileg kalaptartó rendszer. Ha már megnéztük a csomagtartót, jöjjön Tibi. Mindenki imádja, amikor neki áll körbemérni. Úgyhogy Tibi, létszik, akkor miért körbe a karosszériát? Mint a legtöbb koreai autó esetében, itt is nagyon vékony a festékréteg, 60-70-80 mikronokat mérünk mindenhol. Távol-Keleten belebetegednének, ha valamilyen gagyi műkrom dolgot ne tennének a kocsira, így van itt ez a kinincsnél, illetve a díszlécen is. Borzalmas egyébként, de hát igazából aki megszokta a koreai stílust, meg a japán stílust, az még lehet, hogy szeretné is. Minden autó jellemzően szeret rohadni itt a hátsó sárvédőn, hiszen a sarat, meg minden ilyen koszos dolgot ott össze tud gyűjteni, és el tud kezdeni rohadni a hátsó sárvédőjét. Azok az autók szoktak jobban rozsdásodni, amelyek sérültek voltak előzőleg. A padlólemezre sem jellemző az, hogy nagyon korodálna. Inkább a futómű elemek azok, amik szeretnek rozsdásodni. Csomagtartón is 86 mikront mérünk, tehát körbe az autó, legalábbis a bal oldala az biztos, hogy gyári, nem volt fényezve. Érdemes azért megmérni az ajtófalcokat, az oszlopokat, a küszöböket. Itt például 45 mikront mértünk a hátsó dobnál. Amikor mentek autót vásárolni, és azt látjátok, hogy már van egy kitöltött lap minden egyes karosszéri elemen egy-egy értékkel, ez nem azt jelenti, hogy nem három darabból van összelegózva az autó. Lássuk, mit rejt el a motortér. Itt egy motor. Azt gondolom, hogy ha egy autószerelő lát egy ilyen kinyitott motorteret, és ugye itt sincs semmilyen típusjelzés, azonnal kiböki, hogy ez valamilyen koreai vagy japán megoldás, illetve japán erőmű, hiszen egyrészt porszáraz ennyi idősen is, szó szerint porszáraz, másrészt meg annyira egy átgondolt megoldások vannak benne. Tehát látszik, hogy itt azért a távol-keleti mérnökök átgondolják azt is, hogy valamikor egyszer még javítani kell valamit. Tehát óriási hely van mindenhol, egy tök jól szerelhető, javítható motor. Nem jellemző az egyébként, hogy bármi gond lenne ezekkel a motorokkal. Ez egy felülvezérelt 16 voltos motor, nem csak viccelek, szóval 16 szelepes. A szellős motortérrel kapcsolatban valójában elmondanám, hogy szerintem a kis koreai mérnökök nem arra gondoltak, hogy itt annyira minden könnyen áttekinthető legyen, hanem arra, hogy ugye az amerikai piacra szánt V6-os is elférjen. Valamiért minden egyes koreai motoron, amikor rárakják a szelep fedele, tömítőanyaggal teszik rá, akkor itt kibudjon egy kis tömítőanyag. Hogyha ezt a kis pupot, ezt itt látjátok, legyen ez egy Kia Ceed-nek a motorja, vagy akár ez a 2 literes erőforrás, ezt a kis pupot ott láthatjátok, vagy látjátok, akkor biztos, hogy a motor nem volt még szétszedve. Tehát ahogy a gyárba összepakolták, ez úgy van most is. Belülről gyönyörű a motor, mármint, hogy nem szőke bögyös lányok vannak benne, hanem hogy nincs benne semmi olajsár, és hogy mennyire gondolnak ezek a távol-keleti mérnökök az apró részletekre, nem lehet túlhúzni az olajbetöltő sapkát, mert hogy racsni is. Tehát soha nem fog úgy rászorulni, mint egy-két autón, hogy én külön ezért hordok magammal például a vizsgálatokra egy fogót, mert már sokszor fáj az ujjam a nap végére a sok fedél meglazításától. Itt ettől nem kell tartani, mert ez mindig könnyen indul meg. A motor hűtési rendszere kétfajta lehet. Lehet olyan, mint a legtöbb európai autónak, zárt rendszerű, ami azt jelenti, hogy van egy kiegyenlítő tartály.
A japán és koreai autókban általában olyan rendszer van, hogy nincs külön kiegyenlítő tartály, amit ott láttok a másik oldalon, és fagyáló van valóban benne, az tulajdonképpen csak egy túlfolyó tartály, betöltő a hűtőn, az egy szelep, ami, hogyha túlnyomás van benne, akkor kinyomja a tartályba a felesleges hűtőfolyadékot, viszont nincs benne nyomás, ez nagyon fontos. És hogyha le akarjátok szedni a hűtősapkát, nagyon figyeljetek rá, egyrészt, hogy forró motornásos szedjétek le, mert nem túl egészséges, másrészt pedig, hogy egy ilyen L-alakú kis cső az, ami kilóg így a hűtőből, ezt mindig támasszátok így meg a kezetekkel, mert nagyon hamar le lehet törni egyébként. Most, hogy a Tibi elmondott mindent a motorról, küldjük be alulra, felkapcsoljuk a lámpát, és átnézi, milyen ennyi idősen ki a Karenz padlólemeze. Amilyen rendet láttunk a motortérbe felülről, ugyanilyen rend uralkodik alulról is, porszáraz gyakorlatilag a motor és a váltó is. Egyetlen egy helyen láthatunk olajfolyást, nevezzük olajfolyásnak. Itt a vezérlés burkolatnál van egy kis olajpára, egyáltalán nem nevezném egyébként olajfolyásnak. Ez közel nem egy olyan mértékű szivárgás, ami beavatkozást igényelni, én biztos, hogy így hagynám. A padlólemez gyakorlatilag rozsda és korróziómentes. Bárhol nézzük, jól látható, hogy semmilyen, az ég adta világon semmilyen rozsdásodást nem találunk. Sőt, kimondottan vastagon le van alvázvédőzve gyárilag a padlólemez. Itt látható az autó összes vezérlője, illetve vezérlőjének a hivakódjai. Nincs jelenleg hivakód egyik vezérlőben sem. Itt láthatóak a motor fő adatai, a klímát most ki van kapcsolva, de ha benyomjuk, akkor a klímakompresszor bekapcsol, hangos kattanással jelzés, illetve láthatjuk, hogy bekapcsol. Én ezt most lekapcsolom, mert bazi hűvös van. Nagyon fontos, hogy egyáltalán vannak élő adataink. Ki a Hyundai esetében nagyon gyakran találkozunk vele, hogy nem jók az élő adatok. Ez azért van, mert bikázgatják az autókat, és sajnos tönkreteszik sokszor a motorvezérlőt. 14,4 volt a rendszerfeszültség, ez tökéletes. Jól látható, hogy itt vannak a befecskendezési idők hengerenként, egyforma az összes. Illetve, hogy a kopogás szenzor értékei mindenhol nullát jeleznek, tehát biztos, hogy nincs gyújtás hibája se az autónak, és a vezérlése jó. Vannak ellenérzéseim a dizájnnal kapcsolatban, egy ilyen Kia Carenszel kapcsolatban, de mindezt félretéve azért ahhoz képest, hogy itt egy 14 éves autóról beszélünk, kimondottan jó állapotban van ez az autó műszakilag, gyönyörű az alja, semmilyen rohadás, korrózió nem látható, gyári a fényezése, nagyon szépen jár a motorja, semmilyen olajfolyás nincs. Tényleg nagyon nehezen tudnék fogást találni ezen a kocsin, mondom, a kinézete talán. De egyébként azt kívánom mindenkinek, hogy ilyen autója legyen 14 évesen, mint ez az autó műszakilag. Számomra van egy ilyen benyújtató kisugárzása, kicsit olyan, mint egy ilyen barátságos mackó testvér. Megbízható, tök szépen jár a motor, de nem fogyaszt sokat, óriási a csomagtér, meg az utastér. Szerintem vannak belőle egészen jó felszerelt példányok, és én arra is tippelnék tök simán, hogy hasonló paraméterekkel egy 20-25%-kal olcsóbb is, mint a menő márkák manapság. Ha mondjuk az lenne a feladatom, hogy Dél-Indiába menjek el Zarándok útra, és tuti oda kéne érjek, akkor azért az biztos, hogy sokkal hamarabb indulnék el mondjuk ezzel az autóval, mint egy korabeli mondjuk Renault Scenickel, vagy Picassoval, vagy bármi ilyen hasonló európai jószággal. Nagy eséllyel ezzel oda is érnék. De ha tetszett a műsor, akkor kövessetek minket Facebookon, lájkoljátok, osszatok meg a videót, mert ez nekünk tényleg nagyon sokat számít. Egy viszonylag pici csatorna vagyunk, úgyhogy ezzel tudtok minket segíteni, hogy további részeket készítessünk nektek, és hajrá! Sziasztok! Kitartás! Sziasztok!